Egy hét alatt aratott, három győzelemmel hangolt a tavasz, leginkább várt mérkőzésére a Balkány. Mirgai László együttese a 22. fordulóban Nagykálóban nyert 2-0, majd a hétközi Magyar Kupa meccsen 1-0 verték a Tuzsér Bogdanovicsék, legutóbb pedig a Leveleket győzte le 4-0 az Élovas. A csapat eredményét és formáját tekintve az edző szerint nem lehet más célük Rakamazon, mint a 3 pont megszerzése. X-szer semmi esetre sem játszunk, természetesen jobb, mint ha vereséget szenvednénk, de mindenképpen úgy menjünk, hogy szeretnénk Rakamazon már egy olyan előre szert tenni, ami egy kicsit nyugalmat adhatna a többi mérkőzésre. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, tudjuk nagyon jól, hogy a Rakamaz nagyon jó csapat, megye egyes szintű csapat, nagy közönség előtt fogunk játszani, sok szurkoló elkísér minket. Én azt mondom, győzön a Jobbik csapat, aztán mi arra fogunk törekedni, hogy támadó futballt játszunk, nem bunkerezni akarunk, soha nem is ez volt rám a jellemző, és akkor meglátjuk, hogy majd mi jön ki ebből. A Debrecennél korábban 3 bajnoki címet szerző Igor Bogdanovics eddig 23 mérkőzésen 36 gólt szerzett a Balkány színeiben. A csapatkapitány szerint a rakamazi mérkőzés eldöntheti a bajnoki cím sorsát. Ez egy kicsit különös mérkőzés lesz, már is Égis Szabolcs megye, akár Hajdú-Bihar megye is erről a meccsre szól, mindenki nagyon vár ezt a mérkőzést, úgyhogy hát én biztos vagyok benne, hogy ez tényleg lesz a döntő meccs, az a csapat, aki ezzel a meccsen megszerezi 3 pont, szerintem lehet kezdeni ünnepelni a bajnokságot, vagy a bajnoki cím megszerezés. Biztos vagyok benne, hogy mind a két csapat minden meg fog tenni, hogy eléri a célja, gondolom Rakamaznak is ez a cél, hogy legyen 3 pont, mi csak úgy megyünk oda, hogy nekünk is az a célja, úgyhogy most is inkább ezt akarok mondani, aki megérdemeli, az legyen akár ezen a meccsen győztes, akár bajnok győztes csapat is, és biztos vagyok benne, hogy az a mi csapatunk lesz. A megyei másodosztály alukonstrukt csoportjának élén a Balkánnyal 67 ponttal megelőzve a 66 pontos Rakamazt. A két csapat mérkőzése vasárnap 16 órakor kezdődik Rakamazon.